jogsértési eljárás indulhat Románia ellen a hazai termékek előnyben részesítése miatt. Az erről szóló értesítést már megkapta az ország az Európai Bizottságtól. Románia úgynevezett kötelezettségszegési eljárást kockáztat amiatt a törvény miatt, amely szerint a nagy áruházak kötelesek 51%-ban hazai termékeket forgalmazni. Ebben az áruházban nem is kellendő a hazai termék, mondja Máté Andrea. Az üzletünknek nem jó ez az 50+1%-os, hogy román termék legyen, mert a vásárlóink nagy része inkább a magyar termékeket keresi, nagyobb igény van rá, kereslet, és a román árut szerintem nem is nagyon vennék meg. Az Európai Bizottság részéről érkezett értesítés szerint Románia ellen az úgynevezett infringement eljárás indulhat, amennyiben nem módosítja az élelmiszerek értékesítését szabályozó idei évi 150-es számú törvényt, amely a helyi termékeket részesíti előnyben. Ilyen fajta előnyt minden ország, minden régió igyekszik biztosítani, ugyanakkor az is teljesen nyilvánvaló, hogy bizonyos mértékben konkurencia ellenes, verseny ellenes ez a törvény, vagy bármilyen ilyen törvény, hiszen a szabad verseny, az ideális szabad verseny azt jelenti, hogy csak az ár és a minőség számítsanak. A törvényt egyébként júliusban hirdette ki az államfő, és jövő év januárjától lépne érvénybe.